1994-ben az ENSZ május 15-ét a családok nemzetközi napjává nyilvánította, amihez természetesen Magyarország is csatlakozott. A családok napja ugyebár a gyermeknap után és az anyák napja előtt van május 15-én. Én úgy jellemezném, hogy ma mit mondhatunk a magyar családokra, mi jellemzi a magyar családokat, hogy kiszámíthatóság, tervezhetőség, biztonság és a létbiztonság hiánya jellemzi a magyar családokat. Mondhatnánk úgy is, hogy a szétszakított, skypoló családok országa lettünk. Ha visszatérek anyák napjára és a gyermek napra, lassan elmondhatjuk, hogy csak Skype-on keresztül tudjuk megünnepelni az anyák napját is, és a gyermek napot is. Azon keresztül tudjuk az édesanyákat és a gyerekeket felköszönteni. Itt néhány mondatot mondanék a konvergencia programról, amit a kormány most nyújtott be. Az egyik nagyhatású, súlyos következményekkel járó intézkedés tartalmazza a benyújtott konvergencia program. A következő években közel 300 milliárd forintos kivonás történik a szociális ágazatból. Ez a kormányzati terv felgyorsítja a társadalom kettészakadásának következményekkel járó folyamatát. A konvergencia program másik jelentős megtakarítás szolgáló elhatározása a kormányzat részéről, amit a kormányzati propagandában nem jelenik meg, hogy a közszféra dolgozóinak továbbra is befagyasztásra kerül a bére, továbbra sem kapnak béremelést. Néhány tételt még felsorolnék a benyújtott jövő évi költségvetésből. Ha megnézzük az összesítő táblázatokat, azt láthatjuk, hogy jövőre kevesebb jut a családi támogatásokra, munkanélküli ellátásokra és szociális támogatásokra. Néhány tétel. A segélyezésre jövőre 16,6 milliárd forinttal jut kevesebb pénz. A szociális ágazati bérpótlékot, amit beígértek már többször, Cibere államtitkár úr kétszer is bejelentette államtitkári meghallgatáson, parlamentbe, előbb egy 12 milliárd forintos kiegészítést, majd az idei évre egy 15 milliárd forintos kiegészítést ígértek be a szociális dolgozóknak, a költségvetésben nincs benne. Becsaptak megint 100 000 szociális férában dolgozó embert, nem bírják tovább ezek az emberek. A gyermekétkeztetéshez adott állami támogatás 10,7 milliárd forintra bővül, számításaink szerint nem fog elegendő lenni ez a pénz a kötelező óvodai és bölcsődei ingyenes étkezésre. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap támogatása 23 milliárd forinttal fog csökkenni az idei évhez képest. A családi pótlék csökkenése 7,2 milliárd forinttal terveztek kevesebbet. Itt el kell mondani, hogy az egyik legsúlyosabb hiba, hogy 2008 óta a gyes, a gyet, a családi pótlék be van fagyasztva, ennek a reál értéke nem növekedett, sőt mondhatjuk, hogy közel 40%-kal csökkent a reál értéke a családi pótléknak, és Balogh miniszter úr kijelentette, hogy nem is tervezik, hogy ezeket a családtámogatási tételeket emelnék a következő években. A rokkantsági ellátásokra 13 milliárd forinttal jut kevesebb, és a láss csodát, a közfoglalkoztatásra pedig 70 milliárd forinttal több jut, pedig az uniónak az ajánlásába pontosan kifogásolták, hogy nem a közfoglalkoztatásra kellene a kormánynak milliárdokat, több száz milliárd forintot költeni, hanem munkahelyteremtő piaci gazdasági alapon működő munkahely létesítésekre. Itt kiemelném, ugyebár ma a családbarát munkahelyek díjátadása volt, és zajlik majd később egy konferencia is. Itt ki kell emelni, hogy a 16%-os adónak, az egykulcsos adó támogatásával itt mindig elmondjuk, hogy az élettársi viszonyba élő családokat a kormány hátrányosan különbözteti meg, mert akik élettársi viszonyban élnek, azok nem tudják 100%-ba igénybe venni a gyermekek után járó adókedvezményt, és itt ki kell emelni, hogy a ma született gyerekeknek a 42%-a élettársi viszonyból születik. Itt megint kiemelném, hogy a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap támogatása 23 milliárd forinttal csökkent. Tegnap Lázár János miniszter sajtótájékoztatóján elhangzott,
hogy azok, akik elhagyták az országot és külföldön dolgoznak, ő nem ért azzal egyet, ha azt kommunikáljuk, hogy ezek a fiatalok nem akarnak visszajönni, mert közel 2 milliárd forintot utalnak haza, és miniszter úr szavaival élve nem utalnák ezt az összeget, hogyha nem akarnának hazatérni, cinikus, és felháborító, amit a miniszter mond, mert ezek az emberek azért utalják haza az évi 2 milliárd forintot, mert éhen halnának az itthon maradt családtagjaik, hogyha ezt az összeget nem utalnák haza a családjaiknak. A másik, Lázár János azt mondta, az utóbbi 20 hónapban nő a születésszám, és csökken a halálozások aránya, akkor jó lenne, ha Lázár János figyelmesen olvasgatná a KSH adatait, mert az utóbbi hónapokban drasztikusan nőtt a halálozás szám Magyarországon, több mint 18%-kal, ami azt jelzi, hogy rettenetes mértékben öregszik el a magyar társadalom. És még egy dolgot emelnék, és szeretném, hogyha kolléganő idadnám ezt a táblát, Zita fogja tartani, ugyebár családbarát munkahely kitüntetést osztott itt a minisztérium. Egy intézménynek biztos, hogy elfelejtették a családbarát kitüntetést odaadni, az a Klik. Miért is mondom én ezt? Magyarországon modern rabszolgaságot építenek a közszférába. Azért, mert a napokban derült ki, hogy a Kliknél tömegével alkalmaznak olyan embereket, akik ott dolgoztak, kirúgják őket, és utána közmunkásként visszaveszik ugyanabba a munkakörbe, és sokkal kevesebb bérért, és a kiegészítő juttatásokat is ezek az emberek elveszítik. Én azt gondolom, hogy Novák Katalin államtitkárasszonynak ezzel kellett volna ezt az ünnepélyes díjátadást kezdeni, hogy a Kliknek, a költségvetési szerből fenntartott, botrányosan fenntartott Kliknek adta volna ezt a díjat oda először át. És persze kaphatott volna Lázár János minisztériuma is, köztudottan az egyik legjobban kizsákmányolja ma az édesanyákat, a családanyákat, mert 10-12 órákat dolgoztatják úgy a minisztériumban az édesanyákat, hogy közben 8 órás bért fizetnek nekik. Én azt gondolom, hogy álságos és álszent, amit itt zajlott ennek az épületnek a falai belül, és én úgy gondolom, hogy fel kell szólítani a kormányt, hogy fejezze be, hogy csak kommunikálja, hogy családbarát vagy családbarát ország vagyunk. Tettekben kellene most már végre 6 év után lassan bizonyítani, hogy tényleg azok vagyunk. Köszönöm szépen, és átadnám Zitának a szót. Szeretettel köszöntöm Önöket. Tegnap kiderült, hogy bizonyos családoknak valóban sokkal jobban megy. Az egyik a miniszterelnök úr veje, aki ismételten nyert egy közbeszerzés 181 millió forinttal közvilágításról lévén szó. Természetesen volt még egy család, aki jól járt, ezt a családot pedig úgy hívják, hogy Daj család, hiszen pontosan tudjuk, hogy az MTK tegnap 3 milliárdért kapott foci stadion. Emögött természetesen Dajcs Péter és Dajcs Judit áll tulajdonosként, szóval a fideszesek rokonai igen könnyedén jutnak közpénzhez. Nézzük meg összességében, miről is szól a Nemzetközi Családi Nap. Ez a családi nap arra figyelmeztet bennünket, hogy Magyarországnak jelenleg családellenes kormánya van. Mit is jelent ez? Szétszakítja a családokat. Ildikó beszélt arról, hogy több mint 500 000 elhagyták az országot, és azok, akik elhagyták az országot, a megkérdezettek egy jelentős része nem akar visszajönni Magyarországra, különös tekintettel azért, mert bizony szavazni se lehet külhonba nekik, például az önkormányzati választáson. Apák, anyák, gyerekek menekültek külföldre az Orbán Viktor által rendszerét tett kilátástalanságok ellen. Orbán Viktor a csonka családok Magyarországát építi. Miért családellenes az Orbán kormány? Azért is, mert 5 éve egyetlen fillérrel nem emelte a családi pótlékot, és ezzel erre persze nem válasz az, hogy kaphatnak adókedvezményt, hiszen pontosan tudjuk, hogy nagyon sokaknak nincsen munkája, csak azt tudja igénybe venni az adókedvezményt, akinek munkája van. A munkanélküli, vagy esetleg a közmunkából élő szülők gyermeke éhezhetnek? Tudjuk, hogy ez a szám is 500 000 fölötti ma már.
ez egy családellenes szemlélet. Miért családellenes még a kormány? Nézzük meg a 27%-os áfát. Ma gyakorlatilag már Románia is megelőz bennünket, június 1-től 9%-ra fogják csökkenteni az élelmiszer áfáját, mert ma már nagyon sok magyarországi család nem tud húst tenni az ünnepi vasárnapi ebédkor az asztalra. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy most például az 5 minta gazdaság egyik éppen fazekas miniszter úr dicsérte őket, tönkre ment, csődbe ment a török szentiklósi cég, mert egyszerűen nem tudja működtetni, arról nem is beszél, hogy a vasárnapi visszatartás 15%-át a húsoknak ki kell dobni. Az Orbán kormány gyakorlatilag nagyon sokat tett azért, hogy kedvese legyen az embereknek vagy a nőknek gyermeket vállalni. Ugye mi a családokat, a nőket és a férfiakat partnerként tekintjük. Pontosan tudjuk, hogy az Orbán kormány ezügyben kirekesztő. Ildikon mondta, hogy 42%-ban a gyermekek gyakorlatilag élettársi kapcsolatból születnek, és bizony nem a női emancipáció felelős a családok felbomlásáért, maga a pápa himsovinisztának nevezte azokat, akik egyébként ezt így gondolják. A Magyar Szocialista Párt az itt élőkért dolgozik, a családokért dolgozik. Éppen ezért szeretné ezt az 5%-os áfát, ami az alapvető élelmiszerek áfáját jelenti, és nagyon fontos lenne azt is, hogy legalább 100.000 forintos nettó bírbált miért illesse mindenki, mert mi valóban ezt a családokért tesszük. Mert a magyar családokról nem elég beszélni. Azért kell dolgozni, hogy minden magyar családnak jobb legyen. Nem csak a fideszes családoknak, minden magyar családnak.